a sátornál, most itt nem bírom, mert sajnos itt fúj a szél, a tiszta forrás energia lángját. Lesznek ott mellette mécsesek, ezt az energiát egész nyugodtan haza lehet vinni, és bármikor van rá szükségetek, otthon, akármilyen téren, tudjátok alkalmazni. Higgyetek benne, ez fog működni. Látod, ahogy lassan, zselészerű anyaggá változik, és kezd felszívódni, csakraidon keresztül a testedben. Szerkezete más lesz. Kezed. Érezd a lábad, a kezed, a tested, a fejed körül, érezd, ahogy szórod a fényt. Új ember vagy, fényember. E finom rezgésű testben bármikor átlépsz az ötödik dimenzió szeretet valóságába. Földanya gyermeke vagy, te is felébredtél a földön is. Belégzéskor érezd, hogy betölt a fény. Talán színek cikáznak szemed előtt, vagy belső zúgás, sistergést hallasz. Bármi lehetséges. Az sem baj, ha semmi nem történik, mert az elméd pihenni akar egy kicsit. Egy réten vagy, és látod, ahogy kis virágokkal szegélyzett östvény vezet egy ragyogó, nyugalmat árasztó városba. Egy nagyon régi szent könyvet. Ez a Plejádok ősi szent gyógyító könyve, amely tartalmazza az ősi szent tudást. Kezedbe adja, és látod, hogy nagyon régi a könyv. Aranybetűkkel vannak benne. Tanul meg ez a csoport lelkiismeret. Milyen helyzetekben? Addig, amíg a egyéni lelkiismeret abban nyilvánul meg, hogyha mondjuk megbántok valakit, akkor rosszul érzem magam, érzem, hogy ez talán nem így kellett volna, addig a csoport lelkiismeret, ami egy sokkal magasabb rangú és rendű dolog, különböző élethelyzetekben fogja magát megmutatni. Nehéz élethelyzetekben, ami újra és újra megjelenik az életünkbe. Úgy érezzük, hogy nem a saját életünket éljük. Ugyanabba a cipőbe lépünk bele. Elengedési problémákba nem tudok egyedül élni, ragaszkodom a gyerekemhez, akit viszont már el kellene engednem, mert megnősült, férhez ment, nem tudom elengedni a szerettemet, aki meghalt, illetve különböző betegségekben nyilvánul meg.